Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és eljöjjön a The Division Open Beta. Igen, ha netán egy szikla alatt élnél, akkor elmondom neked, hogy a The Division jelenleg Open Beta stádium alatt van. De most kivételesen nem arról fogok beszélni, hogy miért jó, vagy miért nem jó ez a játék, mert azt már megtettem a zárt beta alatt, hanem most egy kicsit másodás jön. Most jön egy FPS teszt, egy Asus GL551-es gamer laptopon. Na most, hogy miért emilyen adást láthattok nálam, azt egy későbbi videóban fogjátok megtudni, de meg fogjátok tudni, hogy miért csinálok egy FPS tesztet egy ilyen laptopon jelenleg. Egyrészt természetesen azért, hogy aki netán egy gamer laptopban gondolkodik, és netán ezt nézte ki magának, akkor lássa, hogy mire számíthat ettől a játéktól. Az FPS számlálót, ne haragudjatok, elfelejtettem kitenni, ezért kénytelenek lesztek hinni a kis szavaimba, de higgyetek el, pontos leszek. Úgyhogy most, hát jöjjön a teszt, és alapvetően el fogom mondani, hogy milyen beállítások mellett játszom. Tehát jelenleg, ha látni fogjátok, graphics, minden full ultra, de a V-Sync-et azt kivesszük, mert az befogja az izét, nem mint hogyha lenne annyi FPS, amit befogna, de amint látjátok, gyakorlatilag minden be van rakva olyan magasra, milyen magasra csak a laptop engedte, mondjuk így. És hát az ilyen idegesítő effekteket, ezeket ki, tehát ezekkel nem veszítünk semmit, ha kikapcsoljuk. Na, és hogyha megnézzük jelenleg a játékot, tehát onnan is látszik, azért full ultrán van az egész dolog, hogy szépen tükröződik azért minden, azt kell mondjam. A távoli dolgok azért idővel élesednek, ez sajnos hát laptop mégiscsak, tehát a videókártya az így bírja, ahogy bírja, és jelenleg fut 15 és 20 FPS között, tehát ez a full ultra settings-el mindenhol 15 és 20 FPS között fut a játék, hát nem a legszebb, nem a legtöbb FPS, de ez a 15 FPS is ahhoz képest egy szép, sima, le lehet követni dolgokat lassabban, de nem vészesen alájuk szartálni, de gondolom, hogyha már egy gaming laptopra adod a fejedben full ultrán, akarsz játszani egy Division kaliberű játékkal, de el kell mondani, hogy szép, nagyon szép, tehát ha látjátok a tükröződések, a fények, az egész így a vízben, ahogy látszódik, az nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Nos, tehát meg egyszer mondom, 15 és 20 FPS között, ha netán egy gaming laptopra adnád a fejet, amiben egy, ugye, Nvidia GTX 960 van ebbe az Asus GL551-ben, egy 2,6 GHz Next generációs i7 processzor, amit felhúzhatsz 3,6 GHz-ig, 16 giga memória található benne, és egy terabájtos vinyó. Ha egy kicsivel több pénzt ad ki ért az ember, akkor egy SSD is kerül bele. Na most, és ezen beállítások mellett fut a játék. 15 és 20 FPS, hopp, 15 és 20 FPS között. Nem ki, előre, csak azt mondja, hogy már akcióban is vagyok, már akcióban vagyok. Az akció nem túl kellemes maga, tehát a lövés, a fegyverrángás minden jobban érzékelsz, ez sajnos ezzel jár. Szóval 15 FPS-ben erre számítunk, de nem lehetetlen játszani 15 FPS-sel is a Division. Szóval akinek olyan gépe van, aki tudja, hogy hát túl kellemesen minden, nem tudja elfutatni a játékot, nem azt mondom, hogy vegye meg 15 FPS-re ezt a játékot, csak ha nagyon mániás már, de nem lehetetlen játszani. De azt el kell mondani, szép a teljes pálya, szép a teljes pálya. Nagyjából valami ilyesmit láttam, amikor ugye a rendes gépen játszottam az Nvidia GTX 770-en. Nos, jöjjön a... de tényleg szép, tehát így a föld, a hó, meg minden jól néz ki. Vegyük egy kicsit lejjebb a beállításokat, most egy ilyen auto mediumra, mondjuk így, amit
Medium, azaz. Reméljük megcsinálja. Most levettük mediumra az egészet, tehát minden, amit tud ilyen mediumon történéseken játszunk. És már is 25 FPS-ünk van, tehát már is kellemesebben fut mediumon, még mindig. Most már lucskosabbnak látszik a hó és a kép, azt kell mondani, de még mindig szép a játék is. Szépen reagál. Most ha van 20-25 FPS között fut médium beállítások előtt, hát sokkal ugye jobb az egész. Ami a jó ebben a laptopban, ami jobban ebben a teljesítményben, ami van, hogy van 20 FPS-en jelenleg, de ez sima, nem érzékelődik annyira az akadozás, és simán fut a kép, és nincsen vele különösebb gomb, ezért is jó ez a dolog, nagyon csak közben koncentrálok. Ez most 17-18, tehát elmondani azt még mindig, hogy 20 FPS-sel attól tudjuk, hogy milyen interakciót csinálok, és mennyire durva a jelenet, hogy Ja, jelen, amikor így lövök, és nagyon visszalőnek, tehát sűrű az akció, még tűzzel mondjuk van találkoztunk, akkor leugrik 18-17 FPS-re, de amúgy egész jól bírja. Nos. Jöjjön a következő, a low opció, mondjuk így. Ez itt ugye gyakorlatilag mindenki van kapcsolva, aminek ki kell lennie kapcsolva. És jelenleg megugrott mondjuk egy 30 FPS-re, 30 FPS és fölötti a teljesítmény. Ami igazából azt jelenti, hogy nagy akció közben valószínűleg a 25 és 30 azért fog menni, de nagyon kényelmes 30 FPS-re. Gyakorlatilag a képre azt mondja, hogy ez szinte kb. Olyan, mint Xbox-on. Mert amikor az Xbox-on panaszkodtak, hogy az Nvidia nem is annyira szép, mint a, nem is annyira szép a Division, mint ami, hát most nagyjából olyan Xbox-on. De ha még mindig ránézel a hóra, vagy a talajra, mindig látsz benne tükröződéseket, csak nem olyan szép élesen, mint a full ultrán, ugye, de van egy 30. És 40 FPS között ugrál, ha nincs akció, akkor simán van 40 FPS. Gyakorlatilag, ha akció lesz, akkor arra kell számítani, hogy egy ilyen simán 40, ha akció van, akkor is jön egy ilyen 20 és 25-30 környékére esik, attól függ, hogy milyen intenzív ez az egész, és ez van médiumon, de többnyire én szeretek csinálni magamnak egy ilyen sajátosabb beállítást, és azon játszani, hogy egy ilyen balanszot a grafika és a teljesítmény között gyakorlatilag, és olyankor szeretem ezt kihozni. Tehát Shadow Quality, ez ilyenekre sosem szabad sem is, és jó azért Division, mert rengeteg FPS-t meg lehet spórolni, vagy lehet adni, vagy rengeteg beállítás van, beállítási lehetőség van rajta, amivel lehet játszadozni. És az ilyen FPS-ölöket, mint a Shadow Quality, Shadow Resolution, az kimehet a fenében, nem kell, Spot Shadow Count, az se kell, úristen mennyi minden van, és Shadow Resolution, Contact Shadows, az se kell, FX of Super Sampling, az jó lesz, Sharpen Image, a Sharpen Image-el sokat lehet játszani, ez minél lejjebb veszed, annál több FPS nyersz, minél följebb, annál kevesebb, de az 50% az az optimális, mivel élesen látsz még, látod még a dolgokat. Volumetric fog például az nem kell, mert az csak megnehezíti a dolgokat, de csak medium a
legalacsonyabb beállítású. Reflection quality az low, az se kell, tehát egy laptop szempontjából nézve a dolgokat, ezt gyakorlatilag a depth of field-et szeretem bekapcsolni akkor is, hogyha laptopról van szó, ezt szeretjük kikapcsolni, mert nem szeretjük, ha ott van. De alapvetően a játéknak ez csak ilyen beállítási. Ja, természetesen 1080p mellett játszunk, azt kell mondjam. És mert a laptop felbontása ezt tudja. Úgyhogy elfogadjuk a beállításokat, és gyakorlatilag minden low-on van, és nagyon szépen fut a játék simán, és nem akadozva, tehát forgathatom az egeret úgy, ahogy tetszik, ezáltal felemelhetem az egérnek a sebességét, hogy a kép az FPS mennyiséghez szinkronizálja, hogy megfelelő sebességgel tudjak reagálni, hogyha zoom is van, tehát az meg rettenetesen fontos, hogy ugyanazzal a sebességgel kövesse a kép a kézmozgásomat FPS-ek szempontjából, és ami jó benne, hogy az egér sebességet akárhogy forgatom, gyakorlatilag akármilyen gyorsan csinálom, egyszerűen leköveti, gond nélkül. Lovon van, kisképernyőn játszom, tehát ha látjátok, tehát még így is legalább vannak fények, tehát nem azt mondom, hogy a legszebb a játék, tehát olyan Xbox, olyan, mint Xboxos grafika, de élvezetes, nem akadozik, nem, nincsenek vele gondok, nagyon jól ki van találva, szóval a laptop kellemesen bírja, azt kell, hogy mondjam, meglepően bírja, ahhoz képest, hogy egy Divisionról van szó, és erről a Snowdrop nevű engine-ről, még így is tök jó dolgokat. Ja igen, a hóhullás, azt nem is tudom. Tehát ez ilyen apró dolgok, mint egy hóhullás, ezt be fogok kapcsolni, mert csak hangulatára ráad a játéknak, és nagyon élvezetes. Van ebben a játékban egy kritikus FPS pont, és az pedig ennél a résznél van. Itt halt be még a másik videokártya is a gaming gépen. Itt mondjuk itt most stabil 30 FPS van pedig. Elég durva. És hát ja, jelenleg 30 FPS, tehát átvezető alatt 30-35 FPS. És ez stabilan tartja ezt a 30 FPS-t. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area has gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her, is lesz a medical lab, és azt hiszem, és a technikai labot kell felszabadítani, vagy felállítani, és akkor utána lehet újra menni a Dark Zone-ba körködni. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. Még egyszer végigjátszom ezt a tutoriált, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, belül itt az operációs bázisban akár 40 FPS is van, de tényleg azt kell, hogy elmondjam, hogy az átlag low és medium között annyira nem nagy változás, de célszerűbb low-on játszani, aki netán laptopra adja fejét, és gamer laptopra, egy ilyen felsőbb kategóriás laptopra. Célszerűbb low-on játszani azért, hogy egyszerűen ezt a sima lekövetést el tudja érni, és tudjon eredményesen is játszani. Persze, hogyha a grafikában akarsz gyönyörködni, akkor fel lehet venni, de hogyha inkább arra mész, hogy sikeresebben tudjál játszani, akkor lóban érdemes játszani. Ennyi lett volna ez a kis FPS teszt. Még egyszer mondom, egy Asus G551J, semmi reklám, tehát egyébként nem arról van szó, hogy engem megkértek, csináljak itt egy ilyen laptop bemutatót, nem. Hogy mégis miért csináltam ezt a laptop bemutatót, azt majd hamarosan meg fogjátok tudni csinálni, és ezt az FPS bemutatót, a laptop bemutató majd később jön, de azt is látni fogjátok, és meg tudjátok mindennek az okát, meg fogjátok tudni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!